Ák Imre szerint közel a megállapodás, 3 milliárdért az állami munkácsi Golgotája, ugyanis a napokban találkozott a miniszterelnökséget vezető miniszterrel. A műgyűjtő azt mondja, Gulyás Gergellyel szóban már megegyeztek, és hamarosan egymás tenyerébe is csaphatnak. Ma is érkeztek a látogatók a debreceni Déri Múzeumba. Voltak, akik először látták a Munkácsi trilógiát, de voltak visszatérők is. Többször, sokszor. Akkor is, mikor le volt takarva az egyik, az a Pákféle le volt takarva, és nagyon sajnáltam. Nagyon örülünk neki. Végre egy jó megállapodás lesz, gondoljuk, mert itthon marad legalább. Most maga Pák Imre mondta a Zoom.hu-nak, hogy személyesen találkozott Gulyás Gergely miniszterrel, és elfogadta a Golgotáért kínált szóbeli 10 millió eurós, azaz több mint 3 milliárd forintos ajánlatot. Így most már felgyorsulhatnak az események. Kerestük Gulyás Gergelyt, de most nem akart beszélni a találkozóról. Korábban a miniszter az ATV kérdésére jelentette be az állam ajánlatát. Ha 3 milliárd forintért Pák Imre eladja, akkor igen, ezt megveszi a magyar állam annyira. De akkor mi az igazi szám? Azt, hogy ő 9-et kért körülbelül. Pák Imre korábban 2015-ben letakartatta a Golgotát, két éven át a trilógia kétharmada volt csak látható. A vita oka az volt, hogy az állam 6 millió dollárt, azaz több mint 1,6 milliárd forintot ajánlott a Golgotáért. Pák Imre azonban 9 millió dollárt akart, ekkor örökségvédelem alá helyezték a képet, így nem lehetett kivinni az országból. A festmény tulajdonosa pert indított, amit meg is nyert, de a hatóság idén újra elindította a védetté nyilvánítást. Most az állam nevében az MNB bonyolítja majd le az adásvételt. Ennek az élménye egyben egész. Ha csak kettőt látunk, úgy érzünk, mint egy csonkor testet, ha hármat látunk, akkor egy egész test van, egy egész szellemiség van előttünk. Tehát én többször láttam a Munkácsinak áramalkotását, és mikor csak kettő volt, itt hiányérzetem volt. A világ legnagyobb Munkácsi gyűjtője Pák Imre azt mondja, azért is izgatott, mert képet még soha nem adott el, csak vásárolt. A Golgota 2015-ös védetté nyilvánítását korábban az 1920-as évek gengszter módszereihez hasonlította, a júniusban újra elindított hasonló eljárásról pedig már azt mondta, nem nyomásgyakorlásnak érzi, inkább csak automatikus reflexnek.